sugárzás okozná, de... De mi? Nincs semmiféle sugárzás. Viktor, ismersz annyira, hogy tudod, nem hagyom figyelmem kívül, hogy idefenn emberek halnak meg. De nem hagyhatjuk, hogy a század legfontosabb űrutazása füstbe menjen. Természetesen megértem. A bolygó most van hozzánk elég közel ahhoz, hogy eljussunk rá. Most nem hibázhatunk. Csak hogy a mi problémánk a metáraszállást is befolyásolhatja. Russell doktornőnek érdekes... Már hallottam Russell doktornőről, meg az elméleteiről. Sokat még nem hallottál róluk. Grotzky parancsnok nem továbbította az eredményeit. Valóban? Mi lenne, ha te beszélnél vele? Tessék. Russell doktornő. Don König vagyok. Parancsnok úr. Egy mikroszkóp. 1887-ből. Ilyet használt Louis Pasteur is, Madame Curie is. Ez csak másolat. Még az egyetemen nyertem. Doktornő, van olyan űrhajósunk, akinek sikerült legyőznie ezt a vírust? Ez nem vírus, hanem az agykárosodás egy szokatlan formája. Az állapotuk pedig válságos. Vagyis nem fognak felépülni. Mi a helyzet a tartalékcsapattal? Elég egészségesek a küldetéshez? Ugyanolyan egészségesek, mint a többiek voltak azelőtt, hogy megtámadta őket ez a kór. Ezt most hogy kell értenem? Ma reggel meghalt a 9. áldozat. Az egyik pillanatban még jól volt. A következőben dühöngeni kezdett. Nézze meg. Itt van egy hőtérkép az agyáról. Jól látszik a heves rosszindulatú folyamat, aminek azonnali tudatvesztés a következménye. A sugárbetegség klasszikus velejárója. Eddig 11 esetük volt, igaz? És 9-en meghaltak. De mind a 9-en munkások voltak. A nukleáris hulladék lerakó telepen. Nem áll össze a kép. A két asztronauta sosem ment arra a területre. Tudom, de van más ellentmondás is. A hulladéktartályok sehol nem szivárognak. Ami viszont magáért beszél, hogy a két űrhajós, illetve a tartalékosok ugyanazt az életet élték, és ugyanazt a kiképzést kapták. Maga szerint nem szabad felküldenünk őket? Nem, én azt mondom, hogy a tartalékcsapat egyelőre egészségesnek tűnik. De mint orvos, számolva az ismeretlen tényezőkkel, nem garantálhatom, hogy nem betegednek meg 3 nap, vagy éppen 3 hónap múlva a világűrben. És azt mondja, ez orvosilag nem vállalható kockázat? Én nem javasolnám. Persze a döntés a magáé. Megnézném a betegeket. Frank, John König vagyok. Jó, rendben. És mennyi idő alatt végez vele? Úgy egy hét alatt. Carter? Parancsnok! Örülök, hogy látom. Én is örülök. Készen áll a hajunk? Amint kiadja a parancsot, kezdjük a visszaszámlálást. Minden perc késlekedéssel csökken az esélyünk a sikerre. Mennyi idő alatt készül el a tartalékcsapat? Egy hét alatt. A tartalékcsapat? Ezt hogy gondolja? Tehát mennyi idő kell nekik? De ez képtelenség! Minden számítást kezdhetünk előről. Érzem, hogy valami fontos dolgot elhallgat előre. Azért vagyok itt, hogy felküldjük az űrhajót. Hiányos legénységgel is hajlandók menni. Igen. Készen állunk rá.
Á, John! Nos, mi újság? Remélem, minden sínen van odafenn. Mi az első benyomás? Mennyire komoly a helyzet a bázison? Ma reggel megint meghalt egy ember a hulladék lerakónál. Russell doktornő agykárosodásról beszél, amit szerinte a sugárzás okoz. Igen, igen, hallottam az elméleteiről. Groszki említette. Nézze, Russell nagyszerűen ért az űrorvoslás bizonyos területeihez, de ezúttal téved, higgyel nekem, hatalmasat téved. Felküldök magának egy kiváló orvosokból álló tímet, hogy akkor... Hagyjuk ezt! Várjunk vele! Még barátkozom a helyzettel. Mielőtt bármit is teszünk, tudni akarom, hogy tényleg nincs szivárgás a területen. Nézze, az a két űrhajós közelébe sem ment annak a lerakónak, ha jól tudom. Simmons, 9-szer meghaltak. Meg akarom tudni miért. Tudja, mivel segíthetne? Ne küldjön ide több atomhulladékot, ami ki nem... Lehetetlen, kér, az atomhulladék elhelyezése napjaink egyik legnagyobb problémája. Azért küldött ide, hogy rendet tegyek ebben a kuplerájban. Ezen fáradozom, úgyhogy... Rendben van, tanácsnok úr. Kössünk üzletet. Maga nem küld fel több hulladékot, én pedig időben elindítom az űrhajót. Áll az alku? Nos, megpróbálom késleltetni. Ennél többet nem tehetek, ha valóban ezt akarja. Igen, valóban ezt. Simmons, miért hazudik nekem? Nem javul az állapotuk? Nem. Nem javul. Nem épülnek fel, ezt maga is tudja. De olyan hevesen. Szeretném, ha ez köztünk maradna. Nagyon fontos. A Nemzetközi Holdkereskedelmi Bizottság 15-én vitatja meg a metáról érkező jelek, és különösen a mi expedíciónk fontosságát. Vagyis ha egyetlen szó, egyetlen halvány utalás kiszivárog ebből, azonnal megvonják a támogatást az egész projektől. Kérem, ez lebegjen a szeme előtt. Paul! Parancsnok? Személyesen fogom ellenőrizni azt a hulladék lerakót. Értem, uram. Kérek két önkéntest. Meg lesz, parancsnok. Ez az egyes körzet. Collins, minket a kettes telep érdekel. Igen, oda tartunk, parancsnok úr. Az egyes telepet csak a tájékozódáshoz használjuk. Ez lesz a navigációs viszonyítási pont. Van itt egy tereptárgy. Van egy kettő. Collins, menjünk közelebb, nézzük meg alaposan. Igen, uram. Nincs sugárzás, John, már ellenőriztük, minden rendben van. Ez volt az első atomhulladék lerakó. Használták, amióta elmentem? Nem, átmentünk a kettes telepre, ezt 5 éve nem is használtuk. Akkoriban még nem volt sugárvédő felszerelés sem. Amúgy mennyit véd? A jelentések szerint minden rendben van, egyfolytában figyeljük őket. Rendben, Collins, köszönjük. Menjünk a kettes telepre. Igen, uram. Rendben, rajta!